Itt a tél, jönnek az ünnepek, ilyenkor az ember bekuckózik, és én ételekben is egy kicsit változtatok. Ilyenkor jobban szeretem ezeket a sűrű, erősebb, laktatóbb dolgokat, amik ugye eltöltik a szívet meg a testet is élettel, ízekkel. Nekem a reggel is egy kicsit erőteljesebb szokott lenni ilyenkor, vagy akár a vacsora, úgyhogy most egy szendvicset fogok megcsinálni, egy croque monsieur-t, ennek a testvérét, vagy a feleségét, a croque madame-ot már megcsináltam a csatornán, most jön a monsieur, egy igazi, ragacsos, roppanós, de mégis puha, lelket simogató szendvics. A világ legegyszerűbb dolga, én kovászos kenyeret szoktam csinálni, fogok 4 szelet kovászos kenyeret, és lepirítom. Majd egyik oldalát mindegyiknek megkenem dijoni mustárral. És készítek egy besamelt. A lehető legegyszerűbb, jó sok vaj, lízd bele, és amikor gyönyörűen szépen elkeveredett és homogénné vált az egész, akkor öntök rá hideg tejet a forró, vajas lisztes keverékbe, és ez gyönyörűen szépen el lehet kutyulni, keverni, teljesen egynemű lesz az egész. Fűszerezzük, só, bors és szerecsendió. Átkeverem még, és kész is van. Ezt kenem rá a szendvicsek tetejére, mármint rá a mustárra. Alul a mustár, fölötte a besemel, és erre teszek jó nagy adag sonkát, a pápaitól kaptam nem keveset, úgyhogy szépen megküldöm bele, és sajt. Itt most egy svájci eredetű tehéntejből készült félkemény sajtot, a gruyère-t kellene használni. Nincs is itthon, de valami hasonlót teszek rá. Tehéntejből készült erőteljesebb ízű félkemény sajt, nem trapista. Ráteszem, és a 4 szelet kenyérből csinálunk 2 darab szendvicset, azaz az egyiknek a tetejére teszek egy másikat, ebből lesz 2, be a sütőbe, 225 fok, és amikor szépen elolvad rajta minden, akkor kiveszem. És kóstolom. És megőrülsz olyan jó. Ropog, de belül krémes, olvad a sajt, olvad benne minden, sonka, imádom. Nekem ez egy ilyen igazi ünnepi reggeli tud lenni, amikor van idő komótosan szépen megcsinálni, a gyerekek is várnak, mindenki örül, mindenki boldog, úgyhogy nincs miért sietni, nem is sietünk ezzel a reggelivel, nagyjából egy óra alatt van kész, leül az egész család, és elfogyasztjuk, és utána gyakorlatilag levegőt nem bírsz venni, de nem baj, mert van idő ezt is kipihenni. Úgyhogy kóstolunk. Én mindig úgy szoktam, hogy teát iszok hozzá, mert én azzal szeretem a legjobban. Na nézzük! Nagyon jó. Esküszöm legjobb ezzel a kovászos kenyerem, mert hogy benne marad a ropogósága még akkor is, amikor átitatta az egészet a besamel, meg a sajt, de így a legjobb. És ahogy mondani szokták, lányok, like, fiú, komi, találkozunk még. Sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel, köszi! Boldog karácsony mindenkinek!